Ő Alex, aki valószínűleg még nem érti, mi történik körülötte. Pedig részese egy történetnek, ami miatta és érte is történik. No meg a további sok száz bátaszéki kisgyerekért, akinek tiszteletére évek óta ültetnek fákat a városban. Szerintünk ez egy jó lehetőség, úgyhogy szerettük volna kihasználni. Ugye? Yeah. És majd később jó lesz visszajönni. Ez nagyon jó buli. Szerintem jó ötlet egy kicsit zöldíteni a területet. Meg szerettünk volna már előtte is fel, csak sajnos tavaly ugye elmaradt a vírus helyzet miatt. Szerintem jó ötlet. Majd lehet, hogy otthon is ültetünk egyet neki. Gondozni kell a fát is, ahogy a kisgyerkőcöt is. Majd ide járunk locsolni, aztán nézzük, hogy hogyan fejlődik. Reméljük, egy nagyon szép fa lesz belőle. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan kötődés még pluszba így a településhez, amire bármikor tud hivatkozni, ha esetleg elkerül innen és hazajön. Akkor van egy fa, ami az ő nevével van ültetve. És nekünk természetesen ez már a második. Falültetéssel is próbáljuk azt a kötődést erősíteni már a csecsemők és a település között, ami nagyon-nagyon fontos egy település életében. Nagyon-nagyon fontos, mert talán ez is segíti azt, hogy ha kijárják az életiskoláját, akkor visszatérnek Bátaszékre és kötődnek majd szülőtelepülésükhöz. Mint egy 11 évvel ezelőtt találták ki a Nagycsaládosok Egyesülete és a Keresztény Gyula Városi Könyvtár munkatársai, hogy kéne egy olyan kis programot szervezni, ahol már szinte azt lehet mondani, néhány hónapos kortól település és a kis bátaszéki polgár között ki lehet alakítani egy kapcsolatot. És ennek talán az egyik legjobb módja, hogyha valóban egy fát ültet a család a gyermek számára, hiszen egy mondás is van, hogy ültess egy fát, és már nem éltél hiába. Talán ezzel is sikerül egy kis kötődést kialakítani. Másrészt azt gondolom, hogy ha még nem is tudatosan, de egyfajta környezetvédelmi és szempont is lehet egy ilyen program, hiszen minél több fát ültetünk, annál tisztább levegőbe tudunk élni. Bár Bátaszék, hála jó Istennek, abban a kisvárosi környezetben van, hogy mi azért levegőszennyezéssel ritkán találkozunk, de azt gondolom, hogy ezzel is hozzá tudunk járulni a környezetvédelmihez, akkor már jó úton haladunk e tekintetben is. Az elmúlt 11 esztendő alatt beteltek a szabad helyek a város zöldövezeteiben, így ezúttal új helyet kellett keresni a faültetési akciónak. Általában hársfát szoktunk ültetni, idén viszont juhart és ezüst juhart ültettünk, és hogyha végig gondoljuk ebben a sok évben mennyi fa került elültetésre, ez bő 300 facsemetét jelent itt Bátaszék belterületén. Mondjuk most egy picit a város szélén vagyunk, de mi ennek is nagyon örülünk. A helyszüke az egy picit későbbiekben gondot fog nekünk okozni, de majd szerintem van egy évünk, hogy kitaláljuk, hogy legközelebb hova menjünk. És ugye ennek a faültetésnek van egy megszokott menete. Sorszámozunk. Én úgy szoktam mondani, a családoknak kalantúra következik, mert itt bizony össze-vissza raktuk a sorszámokat, a fákat össze-vissza sorszámoztuk be, pontosan azért, hogy elkerüljük azt, hogy itt az első gödröknél megállnak, és akkor mindenki oda szeretne ültetni, nem? Ki milyen sorszámot húz, elmegy, megkeresi, szépen elülteti a kis facsemetéjét. És annak is jelzés értéke van, hogy arra a területre esett a választás, amelyik a rendezési tervben a város további betelepítési, építési övezeteként van számon tartva. A következő évekre ide két új utca építése van tervben, amihez kapcsolódhatnak a most elültetett fák. Alapvetően tényleg az elmúlt 11 esztendőben minden létező helyet, amit parkosításra, vagy erdősáv építésében gondolkodtunk, azt már beültettünk.
Ez talán mutatja is, hogy maga a program is népszerű a bátaszéki családok körében. Itt még jövőre lesz lehetőségünk egy pár tucat fának az elültetésére, utána már valóban gondjaink lesznek a hely kiválasztásában, de szerintem meg fogjuk oldani azt, hogy ha a családok igénylik, és ezt a programot jónak gondolják, kötődési és környezetvédelmi szempontból lesz még olyan hely, ahol tudunk az elkövetkezendő években is fákat ültetni.